Nemzetiségi családban született Fejfer Jánosné, aki pedagógusként kezdte pályáját. A német nemzetiségi önkormányzatnak tagja, mindig fontosnak tartotta a nemzetiségi kultúra ápolását, továbbadását. A szakdolgozatát is ebből írta, idén ő lett Kaposszegcső díszpolgára. Pünköskor adták át az elismerést a díszpolgári címet számára. Nem vártam, nem számítottam rá, nem törekedtem soha ilyenre, hogy én díszpolgár vagy valaki is elismerje itt az én munkámat. Én úgy gondoltam, hogy ezt én csinálom, ez belső kötelesség, és úgy gondoltam, hogy a Jóisten szemébe ez jó, és azért csináltam, és tényleg a 60. születésnapomra kaptam egy pólót kedves ismerőseimtől, akik alig ismertek még, mert a családba úgy kerültek be, és azon a pólón 3 épület volt: a szülőházam, a templom, az önkormányzat és az iskola. Az ünnepi műsor során a Kaposszegcsői Értéktárbizottság is bemutatkozott, és egy történeti kiállítást is készítettek településükről. Fejfer Jánosné a bizottságban is feladatot lát el. Az értékbizottságban is azért vállaltam még munkát, mert nagyon sok régi ismerettségem van, és régi dolgokat ismertem, mert sokáig a szülői házban voltam szüleimmel, nagyszüleimmel, férjemmel, gyerekeimmel, és ott nagyon sok mindent megtudtam a régebbi időkről, nem csak a koromra való tekintettel, hanem a szüleimtől, akiket innen kitelepítettek, azok az emberek meséltek, és így ezáltal sok ismeretem van ezen a téren, és úgy érzem, hogy ezt tovább kell adni, és nem szabad, hogy ez feledésbe merüljön. Ezt tovább kell vinni, és ez az én kötelességem. Egy másik pedagógust is elismertek. Érdemes közalkalmazotti elismerésben részesült a Pünkösdi Fesztiválon Orlai Katalin tanítónő. Mindig kisiskolába vágyott, olyanba, ahol családias a légkör, mondta Katalin. Én magam is olyan iskolába jártam, és az ének meg mindig ott volt. És az, hogy a családokkal együtt tudjunk valamit létrehozni, tehát hogy részese lehessek úgy a falu életének, úgy a közösség életének, hogy ismerhessem az embereket. Tehát ez fontos volt a számomra, hogy ne csak tanítsak, hanem neveljek is, hogy örömbe tudjak lenni, a gyerekekkel együtt tudjunk örülni. Tehát én magam is sokszor gyerek kellett, hogy legyek újból, és talán végig ez kísérte a pályámat, hogy mindig tudtam gyerek maradni, mert csak így lehetett végigcsinálni. És a hűség, úgy gondolom, hogy az egy olyan alapvető tulajdonságom, ha mondhatom ezt, hogy mindig hű voltam azokhoz a dolgokhoz, amiket vállaltam, amiket rám bíztak, ami a szívemben ott volt, és ez végigkísérte az egész utamat. Megtartották a Habich Konrád fúvózenekari találkozót is, amelynek során a környékbeli települések fúvósai gyűltek össze egy kellemes délutánt adni az ünneplő egybegyülteknek. A fúvószenei találkozón általában minden évben 5-6 zenekar lép fel, a Kaposszegcsői az mindig, nyilvánvalóan, általában itt a Dunaszegcsői is, illetve a Dombovár, illetve melléjük mindig változó, akiket felkérnek a Fúvós Egyesület és az önkormányzati képviselők. Ezt most már 3 éve, vagy illetve a harmadik alkalom az, ugye a Covid-nál kimaradt, de harmadik alkalom, hogy az Egyesülettel együtt szervezzük, megbeszéljük, hogy kik legyenek a fellépők, és most úgy esett, hogy 2 olyan zenekar is megmutatkozik a Kaposszegcsői mellett, újként, akiknél kaposszegcsői gyökerek vannak. A Kaposszegcsői Pünkösdi Fesztiválon az evangélikus istentiszteletet a pünkösdi római katolikus szentmise követte. Óvodások, iskolások adtak műsort, számos gyerekprogram, gyerekműsor, örömfoci várta a kisebbeket, nagyobbakat. Este zenés, táncos mulatsággal zárult a fesztivál.